Azt mondtad, hogy véleményed szerint nem mindenkinek való a vállalkozás. Kifejtenéd ezt egy kicsit bővebben, hogy miért gondolod így? Nekem van egy olyan elgondolás, hogy vannak a vállalkozgatók, és van a vállalkozó. És abban sincsen baj, hogyha valaki vállalkozgat, de akkor azt tudja magáról, hogy ő mindig is egy egyszemélyes vállalkozó lesz, és hogy amikor ő nem dolgozik, akkor nincs termelés, és akkor az inkább nekem a vállalkozgató, és ez nem lekicsinylő, nem bántóként akarom mondani, mert ha valaki ezt tudja magáról, ez tök jó. Nagyon sok vállalkozónak iszonyatos jó terméke van, jó a cucca, és azt gondolja, hogy ez elég ahhoz, hogy ez bemenjen a köztudatba, és ez nem így van. Tehát ezt meg kell mutatni, hogy ez létezik. És nyilván ehhez meg kell tanulni marketingezni, ugye egy vállalkozónak szerintem az első dolga, hogy megtanulja saját magát marketingezni. Egy órás nyilván értsen az órákhoz, de abban a pillanatban, hogy ezt ő már jól csinálja, az első feladat marketingezni, megtanulni. Egy ilyen mondatot is írtál, hogy egy vállalkozó tudjon a tükörbe nézni. Mi kell ehhez, Levente? Ez is nagyon fontos, hogy egy vállalkozó akarjon tükörbe nézni. Ugye amikor az ember a gyerekének mesél mondjuk a vállalkozásáról, akkor nem mindegy, hogy ez egy tiszta vállalkozás, és úgy mondja, hogy büszke rá, hogy igen, figyelj, én egy olyan vállalkozást építettem föl, amiben nincsen csalás, nincsen áfatrükkök, meg egyéb ilyen simlis szürke dolgok, hanem úgy tud mesélni erről, hogy igen, ez egy komoly dolgot építettem föl. Nálunk a cégkultúra egyébként az, hogy első a bizalom, és második az ellenőrzés. Tehát nem az van, hogy mindenki akkor így vakon csinálhatja, amit akar, hanem mindenkinek megvan a saját statisztikája, saját teljesítményértékelési rendszere, de közben meg hagyjuk, hogy kibontakozzon, van egy szép nagy kerete, amiben saját maga meg tudja valósítani saját magát. Egy tulajdonosnak egyébként mi az érdeke? Hogy boldogok legyenek a munkatársak, ha boldogok a munkatársak, ők sokkal jobban fognak termelni, és a végén az a tulajdonosnak is jó. Szeretettel üdvözöllek titeket, folytatjuk a Teremtsd Újja a Vállalkozásod beszélgetés sorozatot. Ez alkalommal egy olyan húsvérvállalkozó jött el hozzánk, aki felépített egy brandet, az online-markabolt.hu online webáruházat, és rengeteg információt mondhatnék el ennek a nagyszerű embernek az üzleti élet tapasztalatáról, de két olyan szerintem kíváncsiságot kiváltó információt hadd osszak meg veletek, ami megadhatja az alaphangot a beszélgetéshez. Ez pedig az, hogy 4 hetente 1 napot dolgozik, és 4 milliárd körüli árbevételre rendelkeznek. Ugye szerintem ez elég izgalmassá teszi. Fogadjátok nagy szeretettel Bíros Leventét. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Köszi Péter a meghívást, és nagy megtiszteltetés, hogy első riportot velem készíted. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Az hozzátartozik még, csak itt most ilyen gyors felütéssel számokat ragadtam ki a bemutatásból, de a mottód az nagyon fontos, hogy mindig többet adni. És ez a szemléletváltó hozzáállás, ez ugye egy kezdeményes részedről, illetve csődközeli állapotból, saját elmondásod szerint ezzel tudtál felállni, hogy megváltoztattad a hozzáállásod a dolgokhoz. Arra kérnélek így abból adódóan, hogy a beszélgetésnek az a címe, hogy Teremtsd Újja a Vállalkozásod, hogy idézd fel kérlek, hogy melyik volt az időszak a te életedben, mint vállalkozó, amikor a leginkább erre volt szükség, hogy újra teremtsd akár önmagad, akár a vállalkozásod, vagy mind a kettőt. Ez konkrétan 2019-ben volt, amikor erre nagyon nagy szükségem volt, és akkor ezt nem szemléletváltásnak hívtam, hanem csak úgy csináltam magamtól átfogó módon, amit diktált a szívem. Ugye én akkor egy nagy bajban voltam, egy 14 éves konyhastúdiós cégem volt, amit nagyon rosszul vezettem, nagy hibákat követtem el, a legnagyobb az volt, hogy nem fejlesztettem magamat, és ez mindennek megadta az alapját. És oda jutottam, hogy a válság egy ilyen felgyorsító tényezőként -40 milliós adósság halmazba tett bele. Ez úgy nézett ki, hogy összeadtam az összes céges vagyonomat, tartozásaimat, bankhiteleket, mindent, és így jött ki egy ilyen -40 milliós szám. Ugye ezt lehetett valamilyen szinten finanszírozni, mert hogy elég hosszú fizetés határidőre kaptam így a beszállítóktól az árut, illetve ugye volt a folyószámlahitelem, de akkor is ez ahogy lassult ugye az árbevételünk, ez egyre jobban nyomott, és egyre több volt a lejárt számla, akár ugye a beszállítók felé, vagy hát mondjuk a nap felé nem tartoztam, arra mindig figyeltem, de főként a beszállítók felé elég komoly problémáim voltak. És ott volt az, amikor azt éreztem, hogy valahogy hátrébb kell lépnem, és megnéznem azt, hogy min van. És ugye min volt, nyilván nagyon jó beszállítói kapcsolataim voltak. Volt egy korrektségnek, tehát hogy korrektnek tartottak a beszállítók, meg egyébként a bank és nagyon sok mentővet kaptam egyébként a környezetemtől. Ugye egy normális párkapcsolatban voltam, akkor a beszállítónak például mindig előre szóltam, hogy ha le fog járni egy számla, és nem tudom kifizetni, és kértem egy fizetési haladékot rá, nem bujkáltam, nem sunnyogtam. A bankomnál is például mindig minden rendezvényükre eljártam, volt egy jó kapcsolatot a főbankomnak, még az elnökével is, és volt egy olyan megítélés rólam, ami átsegített ezen a problémán, és igazából maga a szemléletváltás az, hogy nem a cégben kell dolgozni, hanem a cégen kell dolgozni. És itt volt az, amikor én is hátrébb léptem, és azt láttam, hogy van jó beszállító kapcsolatom, megbíznak bennem, értek a kereskedelemhez, mit lehetne csinálni. És akkor felvettem egy új munkatársat, aki egy ilyen teljesen új ablakot nyitott nekem így a lehetőségeknek így a falán, egy webmindenes kollégát, aki csinált egy... Webmindenes? Webmindenes, én őt így hívom, mert mindenhez egy picit értett, ami online, de nem nagyon. De például az AdWords-hoz értett, és csinált egy ilyet, hogy és ott voltunk első helyen a Google-be egy landing oldallal, aminek semmi más nem volt a lényege, hogy figyelj, vegyél nálunk, és mi olcsóbbak leszünk, mint bárki más. Kb. Ez volt a lényege, most nem részletezném, de megtetszett az ötlet, és igazából én nekem ott elindult az agyam, és azóta meg se áll. Azt mondtad, hogy véleményed szerint nem mindenkinek való a vállalkozás. Kifejtenéd ezt egy kicsit bővebben, hogy miért gondolod így? Ugye mi az, hogy vállalkozó? Tehát nekem van egy olyan elgondolás, hogy vannak a vállalkozgatók, és van a vállalkozó. És abban sincsen baj, hogyha valaki vállalkozgat, de akkor azt tudja magáról, hogy ő mindig is egy egyszemélyes vállalkozó lesz, és hogy amikor ő nem dolgozik, akkor nincs termelés, és akkor az inkább nekem a vállalkozgató, és ez nem lekicsinylő, nem bántóként akarom mondani, mert ha valaki ezt tudja magáról, az tök jó. De nagyon sok ember vágyik arra, mondjuk, hogy hasonló, mint én, 4 hetente csak egyszer kelljen bemenni a cégbe is, és mondjuk meg tudja valósítani magát egy másik fronton. És én úgy gondolom, hogy én például nekik próbálok segíteni, hogy ezt az utat mutatni, hogy lehet eljutni a vállalkozgatóból a vállalkozóba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ne legyen vállalkozó, tehát ne akarjon igazából egy csúcsvállalkozó lenni, akinek tényleg nincsenek ötletei, vagy nem tudja megvalósítani, nincs annyira ambíciója hozzá, vagy nem törekszik arra, hogy például egy csapat legyen körülötte. Tehát egy igazi vállalkozó egy idő után csapatot formál maga köré, aki folyamatosan követi őt. Úgyhogy nagyon sok olyan tényezője van szerintem egy igazi vállalkozónak, amivel nem mindenki rendelkezik. És szerintem ez egy tévút, hogyha esetleg valakit be akarnak ebbe egy ilyen reményt adni neki, hogy figyelj, belőled is lehet csúcsvállalkozó. Nem, valaki csak egy ilyen vállalkozgató fog maradni, akinek lehet, hogy lesz 1-2 munkatársa, és együtt nagyon-nagyon boldogan, nagyon ügyesen fognak dolgozni, de soha nem fognak eljutni arra szintre, hogy mondjuk saját maguk egy ilyen olyan cégben dolgoznak, ahol már menedzsment van, ahol rendszer van, ahol az egész egy szervezet működik. És itt mondod azt, hogy egy kicsit tudnia kell hátrébb lépni, ahogy az előbb is fogalmaztad, szerintem mind a ketten olvastuk a V-mítosz című könyvet, aminek ez volt a szlogánja, hogy ne a vállalkozásodban, hanem a vállalkozásodon dolgoz, és te is erre utaltál, hogy egy kicsit felülről szemlélni, messzebbről nézni az egészet. Azt hallottam, hogy a vadászpilótáknak nem tudom mennyire hiteles a forrás, hogy amikor a képzésük van, azt tanítják, hogy amikor a műszerfalon elkezd egy műszer villogni, valami hibajelzés, akkor tolják teljesen hátra a vadászpilóta a székét, és nézzen rá az egész műszerfalra, mert ne azt nézze, hogy az a tünet mitől van, hanem hogy összképben mi az, amit észre kéne vennie. És ennek kapcsán írtad, amikor mint elkezdtünk levelezni az interjúbeszélgetés kapcsán, hogy hiányosságnak látod, hogy Magyarországon például nincsen megfelelő vállalkozói képzés, és te is ebbe az irányba indultál el, hogy egy ilyen gyakorlati terepet biztosíts az arra nyitottaknak, mert itt pont azt mondtad, hogy azért nem mindenki nyitott arra, van, aki azt mondja, hogy ez nem megy, akkor nem csinálom, de aki tényleg elszánt és akar, annak pedig segítsünk, és nagy örömmel osztom meg ezen a fórumon is a hírt veled és a kedves nézőkkel, hogy én is arra készülök, hogy egy vállalkozó akadémiát indítsunk el, ahol olyan húsvérvállalkozóktól lehet tanulni, mint ti vagytok, akik példát mutattok abban, és itt jön a következő kérdés, mert egy ilyen mondatot is írtál, hogy egy vállalkozó tudjon a tükörbe nézni. Mi kell ehhez, Levente? Ez is nagyon fontos, hogy egy vállalkozó akarjon tükörbe nézni. Ugye amikor az ember a gyerekének mesél mondjuk a vállalkozásáról, akkor nem mindegy, hogy ez egy tiszta vállalkozás, és úgy mondja, hogy büszke rá, hogy igen, figyelj, én egy olyan vállalkozást építettem föl, amiben nincsen csalás, nincsen áfa trükkök, meg egyéb ilyen simlis szürke dolgok, hanem úgy tud mesélni erről, hogy igen, ez egy komoly dolgot építettem föl. És nyilván saját magával az ember, amikor a tükörben néz, akkor is azt kell, hogy érezze, hogy igen, büszke vagyok magamra, mert nem egy áfacsaláson alapuló üzleti modellen van. Ugye azért nagyon sokat láttam így a világban, most már közel 30 éve vállalkozok, és nagyon sok ilyet láttam. A másik egyébként, amit említettél, hogy igen, nagyon sok elméleti tanítás van a világban, és ebben nincsen semmi baj, ezek tök rendben vannak. Viszont én rájöttem, hogy ami a különbség a gyakorlati szakemberek és a gyakorlati tanítók és az elméleti között, hogy mi elmondjuk a hibákat is. Tehát ez a nagy különbség. Mert aki az elméletet tanítja, az mindig csak az ideális, a rózsaszín ködöt tudja mutatni. Például mi a szemletváltó programban beszélünk folyamatosan a hibákról, hogy ez is hogy lehet kikerülni azt a hibát. Ha beleestél, akkor hogy lehet abból nagyon gyorsan kijönni. Ugye én, ahogy említettem, 14 évig rosszul csináltam a vállalkozásomat, 14 évig voltam egy mély pocsolyában benne, és senki nem tudott segíteni, illetve nem is tudtam, hogy egyáltalán valaki tudna segíteni abban, hogy ebből hogy kell kimászni. Úgyhogy nem baj az, hogyha valaki esetleg beleesik egy pocsolyába, van egy lefelé hulláma, csak mondjuk ne 14 évig csücsüljön benne. Amikor arról beszélünk, hogy mérés és statisztikák, és ezt úgy hívott, hogy műszerfal, ugye, hogy nagyon sok vállalkozónak mondjuk úgy, hogy robotpilóta üzemmódban van, és nincsen képe arról, hogy megy a vállalkozás a számok tükrében. Megosztod velünk, amennyire ez a beszélgetés elbírja, ennek a keretei, hogy ti milyen rendszert használtok arra, hogy ennyire ilyen up-to-date, ilyen folyamatosan képben vagy a számokat illetően, nyilván amennyire ez téged érint a tulajdonosi székből, de hogy mi az, ami ebben segíthet, mert én azt gondolom, hogy erre sincsenek megfelelő képzések, hogy ezt hogyan érdemes tekinteni a cégműködésben. A legtöbb vállalkozó az úgy vezeti a vállalkozását, mintha 220-szal menne az autópályán bekötött szemmel. Így vezetik a vállalkozásokat. Nem látják, hogy mit csinálnak. Nem látják, hogy esetleg mondjuk van 3 üzlete, és az egyik az mondjuk abszolút veszteséget termel, míg a másik 2 meg nyereséget, és csak annyit kellene csinálni, hogy az be kéne zárni azt a veszteséget termő üzletet, és a másik 2 sokkal nagyobb eredményt hozna. Tehát, hogy így működnek, és én ezt megtanultam a saját cégemben, illetve még az előző cégnél, tehát valaha dolgoztam egy nagy multinál, ahol minden hónap 20-án ott volt a kimutatás, hogy működött a szerviz, hogy működött a nagyker, hogy működött a kisker. És én ugyanezt vezettem be a cégemnél, és igen, ezt én műszerfalnak hívom, ami pontosan mutatja a üzletáganként annak a hónapnak az eredményességét, göngyölítve ugyanez, külön mutatja nyilván az árbevételt, az árrést, a nyereséget, sőt a költséget osztályonként, tehát nagyon-nagyon jól lehet statisztikázni ezekből és a változást látni. És ami nagyon fontos egy műszerfalnak, hogy ez alapján nagyon jól lehet már következő évet tervezni, mert ez egyébként ugyanúgy egy nagyon nagy hiba, amit a vállalkozók nem tesznek meg, hogy nem terveznek. Tehát nincs egy pénzügyi tervük a következő évre, ezáltal nem tudják megtervezni a költségeket, se a létszámot, se az infrastruktúrát, tehát hogy nincsen ez így, nincs mihez nézni, nincs egy előző adat, amihez egyáltalán mondjuk egy szezonalitást lehet látni. Ugye a mi szakmánkban van egy szezonalitás, tehát így néz ki nagyjából egy év, és mi ebben így is tervezünk, tehát akár létszámban, mikor kell fölvenni plusz embert, mikor kell adni teherautókat, mikor kell többet vásárolni teherautókat, tök jól meg lehet tervezni, és ehelyett mit csinálnak? Kapkodnak. Idegesek, kapkodnak, és ez nyilvánvalóan a hatékonyságnak a rovására megy. Emlékszem arra, amikor én kezdtem vállalkozóként, és megjöttek az első bevételek, akkor azonnal mentem az ATM-hez, és levettem, ami úgy gondoltam, hogy már az enyém. És eszembe jutott ez az emlékem, hogy mekkora hibákat követtem el, amikor átküldted a jegyzetedet azzal kapcsolatosan, nálad például milyen fontos az, hogy külön kezeld a céges pénzügyeket, a magánpénz. Ettől a magánvagyonottól. Ezt hogyan tudod megoldani? Mert én azt gondolom, hogy ez nagyon sok vállalkozásnál az egyik legrosszabb érzés, amikor a könyvelő azt mondja, hogy ennyi és ennyi adót be kéne fizetni, amikor már ő azt vagy visszaforgatta, vagy felélte esetleg azokat az összegeket. A legtöbb vállalkozás Magyarországon úgy nézi, egy cashflow alapon nézi, hogy nyereséges, pedig nem az a valós szám, hanem a papírforma. Pont az a műszerfal, amiről az előbb beszéltem. Tehát amikor göngyölítve azt látom, hogy mondjuk 22 millió nyereségnél tart a cég, nyilván azt se lehet kivenni egy cég, egy Kft-nek nem lehet csak úgy kivenni a kasszájából, tehát erre nincs is mód, tehát nyilván lehet osztalékevőleget meg ilyesmit, de igazából az elkölthető pénz az mindig, ami a papírforma szerint látszik. Mert ugye ami a kasszában, az csalhat, hisz lehet benne egy folyószámlahitel, lehet benne egy nagyértékű előleg, amit akár mondjuk valaki befizetett, vagy pedig egy befizetendő áfa, ami mondjuk egy negyedéves áfa, az azért elég szép nagy összeg össze tud gyűlni, mondjuk negyed év alatt egy aránylag nagyobb forgalmú cégnél. Tehát nem az a lényeg. A műszerfalat egyébként is nettóba vezetjük, tehát az áfa az jön-megy, tehát az nem a miénk, az az állami, abban nem kell nekünk foglalkoznunk. Úgyhogy mindig a papírformát kell nézni, és nem az, hogy éppen mennyi van a kasszába. A másik az, hogy igenis, én még régen, még 10-15 évvel ezelőtt is, én mindig elszámoltam a kasszával. Tehát soha nem gondoltam, hogy ha mondjuk én szállítottam ki valamit, vagy hozzám folyt valamit be, akkor én azt hazavittem. Én avval ugyanúgy elszámoltam a kasszának, és amit meg magán akartam hazavinni, azt pedig ugye kerestem nyilván a hivatalos módját, hogy lehet mondjuk egy, akkor még BT-n volt, hogy lehet abból nyilván fizetésként lehet hazavinni, meg akár lehet, mit tudom, tagi kölcsönként hazavinni, bár erről is mindenkit lebeszélek azért. Ha beszélgetünk, egyre több ilyen személyes emlékem jön fel, amikor még kezdő vállalkozó voltam, és leültem egy nagyon sikeres üzletemberrel beszélgetni, meghívtam ebédelni, ugye ezt mindig tanácsolom is, hogy ha valaki szeretne tanulni, akkor hívja meg kávézni, vagy ebédelni olyan üzletembereket, akitől szeretne tanulni. Én is ezt tettem annak idején, és emlékszem arra, amikor elkezdtem én mondjuk úgy osztani az észt, hogy hát igen, hogy milyen nehéz Magyarországon vállalkozni, nem tudom, még ott ült velem szembe egy akkor már több milliárdos bevételű cég tulajdonosa, és mondta, hogy mégis mire gondolok. Hát mondom, annyi az adó. Hát de fejtsen már ki. Hát azt mondja, hogy mondom, itt van például az áfa, hogy 27%, és azt mondja, hogy neked mi dolgod van ezzel? Mondom, ezt hogy érted? És ő tanított meg arra, amit az előbb fogalmaztál, hogy mi a nettó meg a bruttó közti különbség. Tehát én például, amikor voltak megrendeléseim, akkor én ezt, most 10 évekről beszélünk, de akkor én ezt nem is differenciáltam. Tehát azt gondolom, hogy a vállalkozói képzés, tehát hogy a vállalkozónak megtanulni, az nem abból áll, hogy valaki megkapja az adószámát, az nem abból áll, hogy valaki ki tud venni egy telephelyet, hanem az arról szól, hogy ezt a mindsetet, ezt a gondolkodásmódot szépen felépíteni. És ez sokkal könnyebb azt gondolom akkor, hogyha egy vállalkozó felépít egy cégkultúrát, és ez is neked egy nagyon erős hívószava, sokszor beszélsz erről, hogy milyen fontos a cégkultúra. Engedj be minket egy kicsit, kérlek, az online márkaboltnak a cégkultúrája, vagy nálatok ez hogyan működik? Amiről most fogok beszélni, az nem is annyira az én eredményem, hanem nekem van egy zseniális igazgatónőm, Csilla, aki ezt a cégkultúrát nálunk megteremtette. Én a munkatársaimmal kicsit ilyen globálisabban tudok gondolkodni, tehát megvan bennem az a adni akarás, hogy én nagyon jó körülményeket, jó gépjárműparkot akarok nekik biztosítani, jó irodát, tehát minden olyat, ami megvan. Viszont emberileg én nem tudok annyira jól velük egyesével kommunikálni. És Csilla 6 éve csatlakozott a csapathoz. Ez egy második ilyen válságon volt a vállalkozás során. Ez egy pozitív válság volt egyébként, mert egyik évben annyira megnőtt a forgalom, konkrétan duplázódott, 900 millióra, 1,8 milliárdra nőtt az árbevételünk, és ott olyan szintű kapkodásban voltam, új munkatársak, nagyobb raktár, több autó, több értékesítő, tehát hihetetlen. Azt hallottam egyszer, hogy a legtöbb cég, vagy nagyon sok cég az expanzióban, növekedésbe hal bele. Ez milyen érdekes, most te is erről beszélsz, hogy akkor mennyire észnél kell lenni, hogyha végre beindul a vállalkozás, akkor azt hogyan tudod kezelni? Igen, ez egy nagyon nagy veszélye tényleg egy cégnek, és én képzeld el, hogy úgy voltam, hogy megint olyan szintre éreztem magamat, mint akkor -40 millióba voltam. És ugye ott volt egy fókusz, és ugye ez ami nagyon fontos, hogy eldöntöttem ebbe az évbe, semmi mással nem foglalkozok, csak hogy ezt megoldjam. És több lehetőségem volt. Vagy hagyom az egészet csődbe menni, nagyjából már nullán voltam, ez 2015-ben volt, tehát már igazából azt a -40 milliót már le tudtam dolgozni, tehát sőt még pluszba is voltam, vagy megpróbálom eladni, vagy a harmadik megoldás, hogy segítséget keresek magam mellé. És igazából ez volt a fő lényeg, és itt döntöttem el, hogy itt semmi mással nem fogok foglalkozni, engem nem érdekel most, hogy mennyire növünk, hogy növünk, ha kell a segítség, mert beledöglök gyakorlatilag ebbe a rengeteg munkába. És nem is volt még a képességem se hozzá. Tehát én abban az időben még nyilvánvalóan ez 6 évvel ezelőtt, hogy még negyedennyi tudásom vagy tapasztalatom volt, meg hát maga nyilván az önismereti rész is, maga az emberekről való gondoskodás, nekem ez nem volt annyira meg. És igazából én nekem feladtam ilyen álláshirdetést, és ezt egyébként mindig mondom is a mentoráltjaimnak, hogy valami hasonló, ilyen szívükből jövő álláshirdetést kell feladni, hogy van egy cégem, amit 20 éve nevelgetek, és most keresek valakit, aki ebbe fog segíteni nekem. És tök jó, mert ilyen embereket vonzottam be, és jött Csilla, aki látta, hogy én nem az a vállalkozó vagyok, aki csak a pénz, meg csak a forgalom, meg akkor én nekem legyen csak jó, hanem így kompletten cégben gondolkodtam, boldogságban, a munkatársak jól érezzék magukat, és csatlakozott a csapathoz, és gyakorlatilag ő alakította ki, ugye akkor még 20 fős volt a cégem, és most már ugye 48-an vagyunk, tehát ő alakította ki magát a rendszert a cégbe, és ő alakította ki ezt a boldogság, mint cégkultúra, ugye pont a Tony a könyve is ez a címe, és nagyon egyetértek ezzel a gondolattal. A lényeg az, hogy most én bemegyek a cégbe, azt látom, hogy ott akár csocsóznak, pingpongoznak az emberek, és mégis 40-50% hatékonyabban működik a cég, mint amikor én vezettem szigorral. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni minden vállalkozónak, hogy vezeti a cégét, tehát hogy ilyen percről percre mindenkit számon tart, mikor érkezik be, mikor mit csinál. Nálunk a cégkultúra egyébként az, hogy első a bizalom, és második az ellenőrzés. Tehát nem az van, hogy mindenki akkor így vakon csinálhatja, amit akar, hanem mindenkinek megvan a saját statisztikája, saját teljesítményértékelési rendszere, de közben meg hagyjuk, hogy kibontakozzon, van egy szép nagy kerete, amiben saját maga meg tudja valósítani saját magát. Amikor válság kezdődik, akkor nagyon sok vállalkozás úgy dönt, hogy a marketing költségeket vágja meg elsők között. Te sokat beszélsz arról, hogy ezt másképpen lenne érdemes csinálni, és nagyon sokszor látod azt, hogy a vállalkozók próbálják a marketing költségeket megsporolni. Mit gondolsz te erről? Nagyon sok vállalkozónak iszonyatos jó terméke van, jó a cucca. És azt gondolja, hogy ez elég ahhoz, hogy ez bemenjen a köztudatba. És ez nem így van. Tehát ezt meg kell mutatni, hogy ez létezik. És nyilván ehhez meg kell tanulni marketingezni. Ugye egy vállalkozónak szerintem az első dolga, hogy megtanulja saját magát marketingezni. Tehát nyilván szakmai dolgon, tehát hogy egy órás nyilván értsen az órákhoz, de abban a pillanatban, hogy ezt ő már jól csinálja, az első feladat marketingezni, megtanulni. És én ezt konkrétan például az online-markaboltban is így csináltam, hogy amikor elkezdett működni, láttuk, hogy egy jó szisztémát találtunk ki, akkor elkezdtem tanulni, hogy akkor ne csak AdWords-ön, hanem akkor hírlevelekbe, akkor ilyen bannereken, tehát hogy kell ezt eljutatni. A csatornán keresztül? Igen, hogy jutunk el végül is az ügyfelekhez, és hát ugye ez olyan jól sikerült, hogy ugye most már megközelítjük idén, és meg is haladjuk a 4 milliárdos árbevételt. Amihez én szívből gratulálok. Köszönöm. Azt is mondtad, hogy nagyon sokszor a vállalkozók a kis vállalkozásokban, vagy középvállalkozásokban, hogy ez így létszám és értékhatár alapján differenciáltan, vagy definiált, próbálnak multis eszközöket alkalmazni. Ugye te multi környezetben is dolgoztál hasonlóan hozzám, és most más terepen tulajdonosként funkcionálsz. Mire gondoltál, amikor erre utaltál, hogy mi az, ami ebben kerülendő? Mert én azt gondolom, hogy egyetértve veled nagyon sok minden nem működik a multikörnyezetben, viszont vannak olyan elemek, amiket nagyon jól meg lehet tanulni multis közegből érkezve. Amit én tanítok a mentoráltjaimnak, hogy mindig értékesítésen keresztül építünk márkát. Tehát az elsődleges az, hogy eladjunk, és így épül egy márkánk, és az online-markaboltban is pont így volt, hisz elköltöttünk az elején heti 100 000 forintot mondjuk marketingre, AdWords-re, vásároltak belőle, utána már 200 000-et, és így tovább is, és ugye most már havonta olyan 3000 új vásárlónk van, tehát nagyon nagy így az ügyfélbázis, és ez itt elterjed. De ami hibás dolog, amikor, mint a multik, amikor márkaépítésre költünk, és mondjuk kiteszünk egy nagy táblát, hogy online-markabolt.hu. Tehát nem ezt kell csinálni, mert erre nekünk nincs pénzünk, nincs ekkora tőkénk, hogy mi több évre előre investáljunk. Nekünk arra van, hogy minden hónapnak nyereségesnek kell lenni. Tehát beleteszünk 100 000 forintot, és az hozol legalább 150 000 profitot. Tehát valami ilyesmibe kell gondolkodni, és semmiképpen semmilyen nagy hangzatos márkaépítése, ami egyébként sok márka, vagy ilyen marketing ügynökség esetleg megpróbál rávenni minket, hogy akkor legyen egy kis márkaépítés, meg egy ilyen kis... Nem, eladnunk kell. Tehát eladnunk, mert abból jön a bevétel, abból jön a profit, és abból tudunk újra marketingezni, és abból tudunk többet marketingezni. Utaltál a munkatársak motivációjánál arra, most itt nem csak a pingpong meg a csocsóra gondolok, hanem hogy te, mint tulajdonos arra törekszel leginkább, hogy az ő komfortérzetüket növeld, legyen szó olyan eszközökről, amelyek autó vagy bármilyen más típusú juttatás. Ezen kívül mik azok az eszközök, amiket a munkatársak motiválására, megtartására alkalmaztok még? A legfontosabb az a bevonás. És pont amiről beszéltem is, ez a keret, hogy nem csak abba vonjuk bele a munkatársakat, hogy mondjuk milyen autót vegyünk, hanem az, hogy milyen teherautót vegyünk mondjuk a cégbe, hanem az, hogy milyen árbevételt tervezünk a következő évre, milyen márkákkal foglalkozunk, milyen márkákkal nem foglalkozunk. Tehát az egész nálunk úgy néz ki, és azt mondják is a kollégánk, hogy miénk a cég. Tehát ők azt mondják a cégre, hogy miénk a cég. Úgy érzik ők is. Abszolút, és én ezt hagyom, hisz egy tulajdonosnak egyébként mi az érdeke? Hogy boldogak legyenek a munkatársak, ha boldogak a munkatársak, ők sokkal jobban fognak termelni, és a végén az a tulajdonosnak is jó. És a bevonás egy iszonyatos erős része ennek a cégkultúrának, hogy ők, és a maga motivációnak is, hisz ők motivált, nyilván az ember sajátját azt szeretné jól építeni, azt szeretné fölhúzni, és ugye én mindig is arra is figyelek, amikor jól megy, akkor ők is mindig ebből kapnak extrát. Tehát ez úgy szoktam hívni, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, és ezt ők így is érzik, és azáltal, hogy ebben a keretrendszerben rengeteg nagy szabad terük van, ezáltal az önmegvalósulásokat is megkapják a cégen belül. És ez egy nagyon fontos, mert nyilván nálam nem olyan munkatársak dolgoznak, és nem tudom, figyelted, hogy mindig munkatársat mondok, és sose alkalmazottat. Tehát nem olyan munkatársak, kollégák dolgoznak, akiknek van igényük arra, hogy megvalósítsák magukat. Tehát nem robotok, nem gépek, hanem gondolkodó, nagyon ügyes, okos emberek. És ráadásul nagyon sok tulajdonos szerintem elköveti azt a hibát, hogy mondjuk van 20 munkatársa, és csak a saját agyát próbálja, a saját agykapacitását próbálja termelésre fogni a cégébe. Ott van 20 munkatárs, és ha csak a 20 munkatársnak csak 10%-os ötleteik vannak, az plusz 200%. Munkatársak bevonásánál, itt a kreatív, az ötletelés szempontjából van egy másik olyan lehetséges, csodálatos forrás, amit úgy hívnak, hogy mesterelme szövetség vagy mastermind. Neked is van mastermindod, ahogy tudom, illetve ennek szervezője is vagy, tagja is vagy. Viszont ma Magyarországon sajnálatos módon még nem kellően elterjedt. Én hálás lennék azért, hogyha te is erősítenéd ennek a létjogosultságát, és egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy milyen előnyeit, esetleg milyen hátulütőit látod, mert én is tudnék erről is nyilatkozni, de most téged szeretnélek meghallgatni. Milyen potenciális lehetőségek rejlenek egy ilyen mastermind közösségben? A tanulásnak, a fejlődésnek az egyik, nálam legalábbis az egyik nagyon jól működő módja volt ezek a mastermindok, és én annak idején fizetős mastermindba jártam, ez azt jelenti, hogy volt egy guru, és ő maga köré gyűjtött pár hasonló vállalkozót, mint én, és így együtt voltunk. Én nagyon sokat tanultam a gurutól, de egyébként most is vissza tudok emlékezni olyan dolgokra, amit a többi cégvezető társamtól tanultam, és akár volt, hogy negatív, hogy mit nem kellene csinálnom. Úgyhogy ez olyan, mintha volna egy vállalkozónak egy saját kis külön bordja, tehát egy ilyen tanácsadói bordja, amivel folyamatosan összejár. Ez fontos, hogy azért ne legyen túl nagy szám, tehát ilyen 6 fővel én úgy gondolom egy ilyen mastermind az nagyon jól tud működni, és egy idő után azok a jó mastermindok, amit te saját magad szervezel, mert ott már te válogatod össze az embereket. Hisz ezek a fizetős mastermindokkal egy baj van, hogy profitorientáltak. Magyarul, aki szervezi, nem biztos, hogy tökéletesen azt nézi, hogy milyen emberek kerülnek be, hanem azt nézi, hogy minél nagyobb létszám legyen, és minél nagyobb legyen a profit. De amit saját magad szervezel, az nagyon jó, mert eldöntheted a tematikáját. És az lehet az egy iparágon belüli mastermind is, az is egy teljesen jó, de én nagyon szeretem a különböző iparágakat összerakni. Ebben egyetértünk, én is ezt szeretem. Mert lopom a más iparágokból az ötleteket. Tehát én rengeteg olyan honosított ötletem van, amit egy teljesen más iparágból vettem át. Ez nem csak mastermindon, hanem máshol is. De simán el tudom képzelni, hogy például volt egy ilyen mastermind, amiben jártam, ami kifejezetten online marketinggel foglalkozott, és nagyon erős volt, és ez is egy teljesen jól működő. De a nagyon fontos az, hogy az ember saját maga próbáljon szervezni. Nálam ugye a programomon belül van olyan mastermind, amit kifejezetten a mentorátjaimnak tartok, tehát az is egy fizetős, de én nagyon figyelek arra, hogy oda ne kerülhessen be csak valaki azért, mert hogy hogy bevételt hoz. Egyébként is maga az egész rendszerünk ugye nem bevételcentrikus, tehát nem profit, inkább úgy mondom, hogy az egész rendszerünk a szemletváltóban non-profit. Viszont most én is elindítok egy olyan mastermindot, ahol kifejezetten hozzám hasonló szintű vállalkozók, és a hozzám hasonló szint, ez inkább a gondolkodásmódba. Tehát nem anyagi részbe, hanem az, hogy etikus kereskedelem, vagy etikus biznisz, üzletelés, vagy az, hogy mondjuk szereti színesen, gazdagon élni az életét, tehát hogy nem titkolózva a vagyonával, vagy az eredményeivel nem kell neki bujkálni, hanem fölvállalva, hogy ő mondjuk szeret külföldre utazni, szereti a jó autókat, jó órákat, de közben meg nagyon megbecsüli a munkatársait, tehát nem kizsigerelve éri el az eredményeit. Úgyhogy a mastermind-ot nagyon sokrétű, és mindenkinek nagyon javaslom, mert hogy nagyon értékes fejlődési eszköz. Nekem is van mastermindom, és én ugye úgy tanultam Napoleon Hill-től, de te is ezt támasztottad alá, hogy ez a 4 és 7 fő közötti csoport dinamikailag a legideálisabb, és hát én is csak azt tudom mondani, hogy mind pszichés szempontból óriási előnyei vannak, egy ilyen holding, egy ilyen támogató közeg, másik részről pedig van egy gazdasági is, amikor azt mondod, hogy más iparágaktól, tehát nálam is számtalan ötlet jött a többiektől, akik nem foglalkoznak, vagy nem azzal foglalkoznak főként, amivel mondjuk én, és így ránéznek egy adott szituációra, és egy dobozon kívülről mondanak egy olyan felvetést, amire azt mondom, hogy basszus, ez milyen jó, hogy korlátok között voltam, mert azt mondtam, hogy ebben az iparágban csak így lehet, úgyhogy örülök, hogy ebben is egyetértünk. Játszunk egy kicsit, Levente, arra kérlek, hogy képzeljük el, hogy én egy fiatal, potenciális, agilis vállalkozó csemete vagyok, de még nincs vállalkozásom, és látom, hogy milyen nagyszerű gondolataid vannak az interneten elérhetően, és megkereslek téged, hogy fogadj el egy meghívást egy kávéra. Ebben a szituációban vagyunk most, mert elfogadtad, és arra kérlek, hogy adj nekem egy ilyen útravalót. Mondjuk nehéz ezt így tudom dobozba zárni, de mondjuk 3 olyan dolgot, amire az indulásnál mindenképpen felhívod a figyelmet, hogy mi az, ami a szerinted, vagy hited szerint tapasztalatod alapján a legfontosabb, amire az indulásnál figyeljek oda, mint vállalkozó. Először is én biztos, hogy kérdeznélek először, hogy mik a terveid egyáltalán, milyen vállalkozást tudsz elképzelni magadnak, hogy abban gondolkozol, hogy egy fodrász leszel, és fodrászként vállalkozol? Vagy vannak nagyobb terveid, akár vezetni akarod egyszer majd a vállalkozásodat, vagy akár csak majd befektetőként akarsz a vállalkozásodban működni? Hát nagyon fontos egyszerűen, hogy mik az ambícióid, miben gondolkozol. Az első javaslatom egyik mindenképpen az volna, ez a 0. szint, én ezt úgy hívom, hogy a főpróba, hogy menj el alkalmazottnak. Menj el pár nyilván hozzád közel álló iparágnak akár a legjobbjaihoz dolgozni, és tanulj. Nézd meg, hogy csinálják, nézd meg, hogy egyáltalán közel áll hozzád ez az iparág, és próbáld ki magad akár több területen is. Úgyhogy én mindenképpen ezt javasolnám, hisz láttam persze olyan vállalkozót, csúcsvállalkozót is, aki sosem volt alkalmazott, de azért a legtöbb volt. És ezt átélte, hogy milyen az. Ráadásul itt el lehet dönteni azt, hogy például én dolgoztam ugye cukrászként, alapvetőleg ugye cukrász a szakmám, és én ezt tökre szerettem csinálni, de nem szeretnék egész életemben mondjuk termelői munkakörben dolgozni. Ugye én úgy gondolom, hogy az agymunkával azért hosszú távon sokkal nagyobb eredményt lehet létrehozni. Úgyhogy az első, azt mondom, hogy menj el pár munkahelyre, akár ha kereskedelem, vagy gyártás, vagy mi az, ami éppen közel áll hozzád, és utána pedig igenis kezdj el egy olyan vállalkozást építeni, amiben te vagy minden először. Már te vagy minden, és ugye ez az első felvonás, amikor úgy állsz neki, hogy mint amikor én szőnyegtisztító kisiparos voltam, akkor nyilván én marketingeztem, én mentem szőnyeget tisztítani, én vettem fel a megrendeléseket a telefonon, úgyhogy ott én voltam a mindenes. De vágyjál arra, hogy egy idő után azért itt már legyenek munkatársaid, legyen egy csapatod, elkezdjél őket vezetni, megtanuljad őket szervezni. És ugye ez a második felvonás, amikor valaki vezeti a vállalkozását, és nyilván ez nem így működik, hogy egyik pillanatra a másikra, hanem ugye ez a benne vagy rajta dolgozni a vállalkozáson. Igen. Tehát először benne dolgozol, jó sokat, keveset rajta. És egy kicsit ez egy szép lassan átmegy, és egyszer csak ott vagy, hogy vezeted a vállalkozásodat. És nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly feladat, mert delegálni kell, és ez nagyon nehéz ugye az emberekbe átverni azt, hogy ugye van ez a mondás, hogy mire elmondom, addigra megcsinálom. Oké, 3-szor, de a 4-re már önállóan csinálná, de még 4-szerre is meg fogod csinálni helyette, meg 5-ször is meg fogod csinálni helyette. Úgyhogy ebből nyilván le kell adni, hogy az ember vezetővé tudjon válni, és hát bizalmat kell adni a munkatársainak, illetve el kell fogadni, hogy ők fognak hibázni. Egyébként én is mindig hibáztam, tehát ők is fognak hibázni. És ugye nyilván van a harmadik felvonás, amikor pedig mondjuk túlnő a vállalkozón a cég, hogy hagyja azt, hadd csinálja a csapata, és ő már csak azokat a kis finom hangolásokat, én úgy szoktam mondani, hogy hagyjon ők a gázt, mi csak a kormányt igazgassuk, és ennyit szóljunk bele, mert hogy egyébként egy idő után válkozó a saját válkozásának az akadályozója, tehát annak a sikerének. Tehát én például konkrétan annál az 1,8 milliárdnál, hogyha nem jön a Csilla segítségként, én ott meghaltam volna, tehát ott nem tudtam volna én azt vezetni, én nem tudtam volna 40-50 munkatársat ügyesen megszervezni, motiválni, sőt, úgy szeretni se, hogy mondjuk az igazgatónőm teszi. Nagyon szépen köszönöm, Levente, a beszélgetést, nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha szeretnétek hasonló tartalmakról értesülni, akkor iratkozzatok fel ide a csatornára, illetve azt is köszönjük, hogyha egy-egy kommenttel adtok egy visszajelzést, hogy melyik gondolatok vagy meggondolatok voltak a leginkább aha-élmények, mi az, amivel egyetértetek, mi az, amit másképpen láttok. Szóval köszönjük, hogyha ide kommenteltek, és várunk titeket egy következő beszélgetés során is. Levente, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, hogy meghívtál.